van egy gondviselői, sorsszerű, törvényszerű dolog, hogy mi lesz a szakmád. Numen est numen, a név kötelez. Tehát a pattantyús, az tüzér, az szerszámkovács, tűzi szerszám, tűzzel van foglalkozása az a családban majdnem mindenkinek. Ez például egy olyan pohár, látszattal ellentétben tényleg pohár, amiben van egy nagy meleg üvegcsepp, és utána bele van fújva újra a formába, belesimult, tehát csak befelé lencse, és nagyít. És bele van a két üvegréteg között mártva vízbe a forró üveg, és a víz tele van szóda szemcsékkel, amik fújnak. És ebből kifolyólag a buborékos réteg, mivel ferdén van bemerítve, keresztül megy a lencsén, és ott nagyít. És a buborék nagyítja, a lencse nagyítja a buborékokat. És hogyha így használod a szobrot, tehát nem a polcra rakod, mint csecsebecsét, hanem megteremted a saját sarkodat, szentsarkodat, szobrodat a házadban, akkor jól használod. És ha erre készíti az üvegtervező, iparművész, képzőművész a szobrot, hogy ez egy ilyen meditációs objektumként szerepeljen egy mai háztartásban, ahol te belerévedsz, mint a kaleidoszkópba, mint az üveggólyót, mint távolságot megkapod, akkor betölti a szerepét, és akkor köze van ahhoz, nem a felekezeti vallásgyakorlathoz, hanem olyan állapotba kerülhetsz, amikor nem a hétköznapokban vagy, és ez a szerepe. Így itt tartok most. Tehát ezek olyan szobrok lesznek, amelyeknek lesz palack nyakuk, talpuk, és ezek, hát ha minden igaz, akkor ezek így egymással majd így beszélgetnek, miközben ott lesznek az asztalon. Ez én vagyok, és ezt Karcs csinálta a szüli napomra, Korecz Károly, és nagyon jól szórakozok vele, mert viszem az autóba, és jót röhögök magamon, mert ha nem tudsz magadról röhögni, akkor baj van.